Zenés kísérettel érkeztek meg a legények húsvét hétfőn a Petőfi Sándor művelődési ház udvarába, hogy meglocsolják a bátaszéki felvidék néptánc csoport lányait. A rossz idő ellenére sokan vettek részt a hagyományos programon. Pécsi Laura, a csoport egyik táncosa elmondta, nagyon várta már ezt a napot. Korán felkeltem, és kiválasztottam a ruhámat, meg anyukámékat is felébresztettem, és jöttünk. Kézműveskedtünk, táncoltunk, a gyerekeknek volt ilyen foglalkoztató, és délben pedig locsolkodtunk. Szerintem nagyon jó volt, és engem is meglocsoltak. Zöld erdőbe jártam, kéki bolyát láttam, el akart hervadni, szabad el locsolni. És hogy milyen volt a locsolás? Ideg meg meglepő is. A lányok ugyan elmenekültek, de pehjükre falakba ütköztek, így nem húzták meg a kiadós áztatást sem. Kelemen Szinti a szülőként is nagyon fontosnak tartja azt, hogy a hagyományok életben maradjanak, és a gyerekek is részesüljenek azokban az élményekben, amikben egykor ők is. Igazából szerintem a mai gyerekek már nem is nagyon ismerik ezt. Még a mi korosztályunk igen, de ők már nem. Úgyhogy szerintem fontos, mert volt olyan kisgyerek, akivel most beszélgettem, hogy ő neki most volt az első. És kérdeztem, hogy milyen volt, azt mondta, hogy hát hideg, de nagyon aranyosak, és szerintem tetszik neki. Tehát várják. Kell, fontos, nagyon fontos, hogy legalább itt, mert otthon már nagyon nincs ilyen. Most a 4-5 éve mi biztos, hogy jövünk, és nagyon szeretjük, minden alkalommal itt voltunk eddig még, úgyhogy nem hagytuk ki ma sem. Lány is nagyon tetszik neki, nagyon szeret táncolni, szereti a közösséget, és mi is szeretjük a csapatot, tehát a szülőkkel is szinte mindenkivel jóba vagyunk. Kalmár Éva, az együttes vezetője elmondta, nem szabad veszni hagyni a régi hagyományokat. Ma már nem nagyon látni fiatalokat, akik vödörrel, esetleg viseletben járnának házról házra. Mi időnkben még azért a táncosok csak-csak fölültek a szekérre, eljöttek a zenekarra, de a mai gyerekek nem részesülnek már ilyen élményekbe. És 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy ezt mi tovább visszük, vagy átadjuk a fiataloknak ennek az élményét, hogy a lányok ne zárják be az ajtót, ne menjenek el kirándulni, hanem igenis várják a locsolókat, érezzék megtiszteltetésnek azt, hogy elmennek hozzájuk a legények locsolni, hogy értékeljék azt, hogy felveszik a viseletet, hogy minek a részesei, és hogy ez egy jó dolog. Sajnos ugye az elmúlt 2 év az megpecsételte a rendezvénynek a sorsát, nem tudtuk megtartani, pedig elég jól kinőtte már magát, tehát nagyon sok külsős résztvevője is volt már ennek a rendezvénynek. Azok a bátaszékiek vagy környékbeliek, akik csak az ünnepekre jöttek haza, ők mind ott voltak, és a gyerekekkel, családdal részt vettek ezen a programon. Ugye az elmúlt 2 év az kiesés volt, idén újra nekivágtunk, belevágtunk, sajnos az idő nem engedte azt, hogy a tájházban tartsuk meg, mert hogy ennek a helyszíne a bátaszéki tájház, mert ugye a közeg, a környezet is már ad egy olyan lelkületet a dolognak, ami rátesz egy lapáttal, de ebbe a hidegben nem mertük kitenni a gyerekeket, szülőket annak, hogy egész nap kint az udvaron legyünk, ezért itt a művelődési házban tartjuk, amit utólag is nagyon köszönünk Bátaszék városnak, illetve a Marketing Kft-nek, mert ez tegnap szerveződött le egy nappal a rendezvény előtt, hogy mi mégiscsak ide jönnénk, és nagyon készségesen, együttműködően segítettek bennünket abban, hogy itt tartsuk meg ezt a húsvét hétfői locsolkodást. Én azt gondolom, hogy élmény volt a legkisebbektől kezdve felnőtteknek egyaránt. Az elején tojáskereséssel indítottunk, aztán Jankó Fruzsi a legkisebbekkel ilyen babusgatót, ölbéli játékokat játszott bent a nagyteremben, közben Anita, Szabóné Béda Anita kézműves foglalkozást tartott, aztán megérkezett a Bácska Banda, aki ugye muzsikált nekünk közben, és 11 óra magasságában
akkor az aprókáink, majd az utánpótlás és felnőtt csoport lány tagjai táncoltak egyet legényvárás címmel, tehát amíg itt vártuk a legényeket, addig énekeltünk, táncoltunk, majd bevontuk a közönséget is, szülőket is egy kicsit, és aztán a végén a fő eseménye a napnak, hogy kijöttünk az udvarra és vártuk a legényeket, akik a zenekarra szintén bejöttek és meglocsoltak minket. Gyors átöltözés után egy rögtönzött táncházban vehettek részt a jelenlévők.